Nagyon izgulok. Jó estét. Jó estét. Mi tehetségkutatóra jelentkeztünk, elő fogunk adni egy dalt, amiről már azt gondoljuk, hogy már nem is ezt a dalt akarjuk előadni. Hát nem. Ja, tényleg. Nem. Give Peace a Chance, mindenki ismeri. Ismerik? Na, hogy szól a refrénje? Oh, we are singing, give peace a chance. Oh, we are singing, give peace a chance. Yeah! Na, és akkor mi arra gondoltunk, hogy mi ennél sokkal jobbak vagyunk. Nem, ez egy nagyon jó dal, klasszikus. De hogy nekünk a saját dalunkkal kell tehetségkutatón elindulni. És ez... azt találtuk ki, hogy mi azt szeretnénk. Hát igen. De a békéről szeretnénk, az esélyről szeretnénk, és... Szerelemről. Szerelemről, igen. És akkor még mondjatok, hagyj tegeződjünk. Segítsetek nekünk. Még ti is mondjatok béke, esély, szerelem, mondjatok ti is három szót, ami ebben benne legyen, mert ezt a dalszöveget mi fogjuk megírni, megzenésíteni, és ezt fogjuk előadni a tehetségkutatón. Igen. Béke, esély, szerelem. Jövő, de jó szó. Béke, esély, szerelem, jövő. Jövő? Még kettőt. Na? Cél. Micsoda? Cél. 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 Béke, esély, szerelem, jövő. Cél. Cél. És? Szabadság. És szabadság. Szabadság. Jó. Béke, esély, szabadság. Jövő, szerelem, cél, szabadság. Na. Mi legyen a stílusa? Stílusa? Fú. Legyen egy kicsit funk is, mert majd lesz benne egy rap szóló is, okay. Ami egy kicsit ironikus, és egy kicsit olyan, mintha negatív lenne, és olyan dobom az egészet, de valójában erről fog szólni, hogy békét akarok, békét. Hogy valami olyasmi lehetne a refrén, hogy nem a hely a rossz, csak világra jönni minek. Nem érdekel, hogy a távolban összeérnek-e a sinek. Júj, de jó, várjál, nem a hely a rossz. Csak világra jönni minek. Csak. Nem a hely a rossz. Világra. Csak világra jönni minek. Nem érdekel a távolban, összeérnek-e a sinek. Egyszer akarok nyugiban félni, zárjon akár, hogy a lakat. Egyszer akarok nyugodban félni, szálljon akárhogy a lakat. Egyszer és a... akarom. Nem a hely a rossz, csak világra jönni minek. Nem érdekel a távolban, összeérnek-e a sinek. Egyszer akarok nyugiban félni, szálljon akárhogy a lakat. És a végén. És a végén beszólni viszlát, s köszi a halakat. Nem jó. És a végén beszólni viszlát, s köszi a halakat. Szabadságomat. Köszi a szabad... Nem jó. Hát csak nem rímel. Halakat, szavakat, köszi a szavakat. Célokat. Milyen szó? Célókat. Magadat. Ne tűnj többé magadat. Vagy... köszi. Javakat. Falakat. Hát a falakat. Köszi a falakat. Köszi a falakat, meg már nem kérünk belőlük. Nem a hely a rossz, csak világra jönni minek. Nem érdekel a távolban, összeérnek-e a sinek. Egyszer akarok nyugiban félni, zárjon akárhogy a lakat. És a végén beszólni, viszlács, köszi a falakat. Köszi a falakat, vasfüggöny, berlini fal, nem kérjük őket, köszönjük szépen. Oké, de hogy jön ide a... Ja, értem, csak maga a téma. Igen, hát igen, de... Esély, jó volt, jó. Figyelj, jó, mi ad? Mondjad. Nem a hely rossz, csak világra jönni minek. Nem érdekel a távolban,
összeérnek a sínek. Egyszer akarok nyugiban félni, zárjon akár a gyalaka. És a végébe szólni viszlács, köszi a paka. Ma elnyorosz, csak világra jönni minek. Nem értek el a távolban, összeérnek a sínek. Egyszer akarok nyugiban félni, zárjon akár a gyalaka. És a végén ezzel fogunk. Nagyon szépen okay, köszönjük a segítséget! Akkor sziasztok! Két héttel később, ugyanebben az időszakban Katát látjuk otthon. Mi van? Édesapa! Fontos? Hát, csak hogy nem jött levelem. Mit keres itt a kuka? Csak hogy nem jött levelem. Milyen leveled? Hát nekem levél. Milyen levél? Hát, hogy egy levél, hogy nem jött nekem. De milyen levél? Milyen levelet vársz? Hát, amit nem tudom, csak a postás, amit hoz. Tudom, hogy a postás hoz levelet. Mire akarsz kiukadni? Milyen levelet vársz? Miért vársz levelet? Miért? Nem tudom, miről beszélsz. Ne motyogjál, hanem mondjad. Csak, hogy nem jött levelem. Nem tudom, kérdezd meg anyádat, hogy jött a levelet. Anya nem... És rakjál rendet! Miért van a kuka a szoba közepén? Hogy anya nem mondta, hogy jött levelem? Nem mondta. Nem te szoktad kivenni a postát? De én szoktam kivenni meg az anyád, amikor megkérem rá. És akkor ő nem mondta, hogy jött levelem? Nem mondta, hogy jött leveled. Milyen levelet vársz? Apa! Mondd már meg, hogy milyen levelet vársz. Most mi ez? Jött levelem. Akkor most nem fogod megmondani, hogy milyen levelet vársz? Ez nekem jött. Ez nekem jött. Gratulálunk a Magyar Televízió tehetségkutató versenyén. Második forduló. De ez mi? Mi az, hogy második forduló? Volt egy első. De mi ez? Milyen tehetségkutató? A Magyar Televíziónak a tehetségkutatója. Mit keresett a Magyar Televízióban? Írtunk egy dalt. Kivel? A Zsoltál, tudod. Milyen dalt? Ezt mikor csináltátok? Hát elmentünk, és akkor embereket megállítottunk az utcán, és akkor írtunk egy dalt. De mikor járkáztál az utcán, és ki az a Zsolt? De iskola után nem a külön óráidon vagy? A biológián? De, kémián? De igen, édes. Matekon? De nem jársz a külön órákra? De ötös vagyok mindenből. Az kevés! Azért jársz külön órákra, hogy felvegyenek. Tudom, de ötös vagyok mindenből. De nem fognak felvenni, ha nem jársz külön órákra. De édesapa, most nyertem meg egy biológia versenyt, és
azt mondták, hogy az elégséges ahhoz, hogy fölvegyenek, hogyha... Azt majd én eldöntöm, hogy mi az elégséges ahhoz, hogy belőled az legyen. Ide figyelj. Az a legnagyobb problémám ezzel, kislányom. Olyan dolgokat csinálsz a hátam mögött, amit nem beszéltünk meg. Nem kérdezted meg, hogy helyes-e, jóvá hagyom-e, és hazudtál. Nem hazudtam, csak féltem megmondani, mert... Mert? Miért félsz tőlem megmondani bármit is? Azért, mert... Mert? Attól félsz, hogy nem engedem meg? De attól ne féljél, mert hülyeségeket nem fogok megengedni. Tehát ezt megbeszélhetjük. Hogyha valamivel nem értek egyet, akkor azt nem fogod csinálni. Édesom, nyugodtan én beszélhetsz róla. Csak én... Ha hátam mögött csinálod. Apa, én ezt szeretném csinálni. De te ne ezt szeressed csinálni, mert neked erre nincsen időd. Mert neked külön óráid vannak, mert neked tanulnod kell. Sokkal többet kell tanulnod, mint a többieknek. De miért kéne többet? Azért! Hogy felvegyenek az egyetemre, elvégezzed, és legyen belőled valaki. Nézzél már körül, milyen világban élünk. De édesapa, én ezt... Nézzél körül, hogy milyen világban élünk. Szerinted, amit én elértem, azt mivel értem el? Tanultam, dolgoztam. Kurva sokat dolgoztam, kibaszott sokat dolgoztam. És nem magamért csináltam. Én nem úgy fogok megtögleni, hogy azt, amit felépítettem, azt majd magamra temetem, mint valami kibaszott fáraó. Ezt az egészet azért csinálom, hogy neked, meg ha lesznek gyerekeid, hogy ezt hányszor kell még elmagyarázni? Ez nem azért van, hogy nekem jó legyen. Ha én keményen dolgozom, és az anyád keményen dolgozik, és tényleg felépítettünk valamit. Becsüld már meg, kérlek! Mert munka van benne. Lemondás van benne. Jól van, édesapa, oké, megértettem. Lemondás van benne. Dobjuk ki, fejezzük be. Igazad van. Munka és lemondás. Rendben. Légy szíves, járjál el az órákra. Igenis. A lemondás pedig most legyen ez. Ez az áldozat. Úgy hívják. Hadd ne soroljam, mennyi áldozatot hoztam. Én. Meg az anyám. Jó? Jó. És a kuka ne legyen a szoba között. Eszedbe föllázadni apa ellen? Hát nem lehetett. Ez vicces kérdés volt. Hát persze, nem ismered őt, nem lehet. Nem lehet. Ő annyira határozottan mond mindig mindent. És nyilván figyelj, abban a helyzetben én értem, tehát tök igaza volt. Tényleg, hidd el, Júli, komolyan a legjobbat akarta nekem. Meg ott van a cég, valakinek át kellett venni. Ő azt akarta, hogy én jogot végezzek, meg közgázt, és akkor én tovább viszem a családi vállalkozást. Nekem nem született testvérem. Nyilván jobban örült volna neki, ha a fia születik, mint én, de hát ez már így alakult. Tehát ő fölrajzolta az életedet. Ne legyél vele kegyetlen, Júli. Én? Igen, szóval azért, mert most én ezt elmondtam neked, ez nem azt jelenti, hogy neki nem volt igaza. Igen. Nem, figyelj, tök logikus, gondold végig, ott van egy ilyen szép birodalom tetején, abban az időszakban, amikor ő ezt csinálta. Igen. Van egyetlen gyereke, egy lánya, persze, hogy meg akarja neki mondani, hogy mit csinálja. Persze, hogy ő abban gondolkodik, hogy azt vigye tovább, abban legyen tevékeny, ne pedig álmokat kergessen. Hát igazából én úgy érzem, hogy ezzel
teljesen bezárt téged egy börtönbe. Jó, figyelj, lehet ezt mondani, tehát, hogy lehetünk vele nagyon kegyetlenek. A börtön is lehet nagyon jó hely, nem mondom. Jó, nézd, akkor abban a pillanatban nyilván nagyon utáltam. Hát már ezt a helyzetet utáltam, meg időnként rá is nagyon haragudtam, de nem mertem neki jelent mondani, nem lehetett. Tehát, hogy ő az a típus volt, akinek nem lehetett nemet mondani. Tehát szerinted jogában volt a leveledet összegyűlni, a második fordulóra nem eljuttatni. Jogában, mégiscsak az a leved örülni, hogy sikerült valamit létrehozni. De ő nem akarta azt, hogy én ostoba álmokba ringassam magam. Ő azt akarta, hogy én ezt csináljam végig. Mindent elkövetett ezért. Nyilván a saját módszereivel. Tehát, hogy persze ez így kívülről kegyetlennek tűnik, de tényleg azt gondolom, hogy tök igaza volt. És az ő szempontjából, tehát én abszolút meg tudom őt érteni. És igen, ő a legjobbat akarta nekem. Megkérdezzük a nézőket. Szóval, meddig lehet a legjobbat akarni a gyerekünknek? Ti hallottatok már olyat, hogy azt mondta volna egy apa vagy egy anya, vagy ketten kórusba, hogy én rosszat akartam neked? Hogy ezt azért nem. Ritkán reklámozom pszichológusokat, mert nem vagyok odaértők, de hát nem vagyok odaértők. Akit nagyon-nagyon melegen ajánlok, az ebben a másodpercben jutott eszembe, úgy hívják, hogy Alice Miller, és ő nagyon sok könyvet írt, a kegyetlenül elnyomásban nevelkedett gyerekekről. Ismeri valaki? Na hát, nagyjából, hogy? Alice. Alice Miller. Miller, igen. Hát nem kisebb egyéniségekkel foglalkozott.